Kettő. Start. Egészen jó startot láttuk. Első nekifutása eljön az idei tavaszi handicap Csokolina, illetve az Ippi Boy, akinek a kevésbé sikerül jól a startja. Hármas a Breeze Up kezd nagyon erősen, álom szépe, és Bulibáró jelenleg mögötte a második és a harmadik, aztán most már talpon vannak a többiek is az Ippi Boy vezetésével. Zalaisát is jól kezdett, Overnight is jól indul, a hátsók közül pedig Bónusz Szergé van hamarabb talpon, Bezikva Benéhez képest. Nagyjából libasort lehet látni itt az első kanyarhoz érve, ezzel azért van egy kivétel, Csokolina próbálja faragni a start után szerzett hátrányt, és most már Zala is rász, illetve Bezikva Bené is megindult, hogy megkezdődik a mezőn tömörülése. Az éle mindig Breeze Up előnye nagyjából másfél, sőt talán van az két hossz is, álom szépével szemben. Breeze Up, álom szépe, most már Zala is rász, illetve bent a falon Bulibáró, Csokolina harmadik spurt vállal fel, és tovább tud majd gyorsítani a versenyen, akkor, amikor bő egy kör van még hátra, Csokolina visszatér az élmezőnybe, ott van most már Breeze Up mellett a második pozícióban. Mögöttük álom szépen Zalai srác, Bulibáró és Overnight. Így van, a mezőny végén pedig továbbra is a favorit Bónusz Ergé színei látszanak, de hát egyáltalán nincsen kiszakadva, innen még ő bőven jöhet fölfele. Az élen tehát egy kettes fogad Breeze Up, illetőleg Csokolina, ők húzzák a mezőnyt, és gyakorlatilag ilyen tökéletes párokat alkot a csapat jelen pillanatban, senki nem vállalja föl a harmadik spurt, Breeze Up vezetni tud, mellette pedig ott van Csokolina, bent a falon álom szépét láthatjuk, Zalai srác van kecsegtető pozícióban jelen pillanatban, az ő hátán pedig Overnightot láthatjuk, a veterán ügetőt, bent a falon Bulibáró, és úgy látom, hogy a mezőny végéről azért kiszedte most már Bónusz Ergét Vékás Zoltán, úgyhogy lassan-lassan megindíthat majd egy hosszabb támadást. Menet közben megelőzte Csokolina Breeze Upot, lecsukni azonban egyelőre nem tud neki, hiszen nincsen teljes terjedelmében előtte. Ott egészen kívül negyedik, ötödik spurban indul meg Bónusz Ergé. Ez nem biztos, hogy a javára válik majd akkor, amikor érkeznek az utolsó kanyarba. És nagyon nagy küzdelem jön fölfele, Zalai srác is. 300 méter van a hátra, itt a harmadik, negyedik, sőt ötödik spurt is felvállák. Bónusz Ergé borzalmasan kiszorul. Csokolina és Breeze Up kettősek kedvező bíven. Még mindig előrébb járnak, mint a többiek. Breeze Up van belül mellette, Csokolina álom szépe, Overnight jön, Bónusz Ergé jön. Zalai srác is nagyon-nagyon közel, Csokolina az utolsó 100 méterhez érve Hajnal Tiborra, Breeze Up-tól átvette most már a vezetés Csokolina, és Breeze Up, Bónusz Ergé talán ott lehet a dobogón, már Bezikva Bené és közel, és Csokolina Hajnal Tiborra könnyedén megnyeri az idei tavaszi handicapet, Csokolina, Breeze Up és Bónusz Ergé az első három, mögöttük jön Bezikva Bené, Overnight, Zalai srác, Zippi Boy, álom szépe és Bulibáró.